Sziasztok! Itt vagyunk a Slamet vulkán oldalában, ahol mögöttem egy Strawberry nevű fesztivál folyik, és éppen paradicsomokkal dobálják egymást. Amúgy erről a Paradicsomdobálós Tomato War nevű eseményről nem igazán sikerült semmit megtudnunk, szerintem ez csak ilyen szórakozás volt, tehát hogy ennek nem volt ilyen különösebb jelentése. A következő tánc, amit látni fogtok, arról viszont nagyon változó információkat kaptam. Az első információ szerint ez egy ilyen... megszállták a lelkek a táncolókat, és hogy azok a sámánok kiűzik őket. A másik információ szerint viszont csak úgy táncolnak. Úgyhogy igazából szabadon mindenki azt gondolat róla, amit akarsz, de nagyon érdekes volt. Szóval nagyjából így zajlott a napunk, egy kicsit hamarabb vége szakadt, mert a hegyre rászállt egy ilyen felhő, 2000 méter körül vagyunk, és elkezdett esni az eső, úgyhogy az esti táncokat már így kihagyjuk. De nem baj, mert nagyon fáradtak vagyunk. Aztán eljött a másnap reggel, amikor is felöltöztettek minket csodálatos jávai népviseleti ruhába, ami nem mutatok róla egy képen, de nem igazán, európai szemmel nem igazán szép. Kifestettek minket iszonyatos módon, de annyira, hogy így egy pár óra után már így folyt le a fejünkről. És a következő felvételen viszont azt láthatjátok, ahogy a falusiak reagáltak arra, hogy beléptünk a kis életükbe, indonéz népviseletben és indonéz smíkben. A következő szertartás, amit látni fogtok, az a Martidesa fesztivál szertartásnak hívják, és ugye mivel Jáván az embereknek a nagy része földművelésből él, ezért ugye a szertartásoknak is a nagy része a földműveléshez kapcsolódik. Ez a szertartás arról szól, hogy közösen imádkoznak egyet, majd ezeket a bambuszrudakat, amiket majd látni fogtok, amiket mindenki tart és fog, ezeket már korábban megtöltötték szentelt víznél, és akkor egy ilyen rituális ceremónia kíséretében végigvonulnak a falun ezekkel a rudakkal, majd majd összegyűjtik az összes vizet összegyűjtik egy ilyen kis kútszerűségben, és utána mindenki szétlocsolja a saját földjén, hogy megtisztítsa a negatív energiáktól. Ennyi volt mára, egy hét múlva találkozunk!